Magyarország történelmi zászlóit vonultatták fel az újrafaragott Kossuth emlékmű újraavatási ünnepségén Budapesten. A himnusszal kezdődött a ceremónia. Horvai János Kossuth Lajos emlékművének ünnepélyes újraavatásán Áder János magyar köztársasági elnök a Batthyány kormány tagjait méltatta és elődeink örökségének tiszteletére buzdított. Rajtunk múlik, hogy mihez kezdünk a kapott örökséggel. Hogy folytatjuk-e a polgári Magyarország kiteljesítését életünk minden területén. Minden, ami ehhez szükséges, ma is ugyanúgy megvan, mint a 48-as hősök idején. Megvan a tehetségünk, az erőnk, a hitünk. Rajtunk múlik, hogy ellenségei leszünk-e önmagunknak, vagy erőt merítünk egymásból, és beteljesítjük álmainkat. A Kossuth Lajost és a Batthyány kormány többi 8 tagját ábrázoló 1927-ben felavatott szoborcsoportot az 50-es évek elején szállították el a parlament elől. Az emlékművet kedden helyezték vissza eredeti helyére. A Kossuth tér megújítását célzó Steinről Imre program keretében újrafaragott alkotást megáldották a történelmi egyházak püspökei is.